Itt voltam 1942-ben, hozzá azt hiszem 3. hó, 21. Ezt a néhány rövid üzenetet a látogatók ceruzával írták a múzeum oszlopaira még a 40-es évek közepén. A csaknem 80 éves feliratokat a jövőben is megőriznék ugyan, de sok mindent átalakítanának az egykori főépületen, amely egyre rosszabb állapotban van. A falakról pereg a festék, és több helyen a vakolat is potyog. Az épület teljes körű rekonstrukciója éppen ezért egyre időszerűbbé válik. A fejlesztés előkészítése már meg is kezdődött. Most már a kiviteli tervnek az első üteménél tartunk, hiszen egy nagyon komplex épületről van szó, ahol mindenképpen cél egyrészt a régi fényében való visszaállítása az épületnek, ezzel elsősorban a két háború közötti állapotát értjük, hiszen a háborús pusztítások után sajnos bombatalát is érte egyébként az épületet, utána sokkal egyszerűbb formában, nyilván az akkori anyagi lehetőségeknek megfelelően sokkal egyszerűbb formában állították helyre. Mi viszont szeretnénk visszaállítani a két háború közötti eredeti díszes változatát ennek az épületnek, úgy kívülről, mint belülről. Az egykori főépület helyreállítását nem csak archív fényképek segítik, de a nemrég elvégzett falkutatási munkák eredményei is. Ennek során a restaurátorok több eredeti falfestést és díszítést is feltártak. A felújítás során a tető és a gépészeti rendszer korszerűsítését is elvégzik majd, és új attrakciókkal is bővül a múzeum. Be kell üvegezni körbe az oszlopsort, mégpedig ezek ilyen nagyon halványan színezett, tehát nem valami nagyon feltűnő színekre kell gondolni, nagyon halvány pasztelszínű üveglapokkal lesz majd beburkolva, és ilyen módon egy zárt tér fog keletkezni. Így védik majd a több ezer éves római kori kőemlékeket az időjárás viszontagságaitól. Egy második ütemben pedig egy új részleggel bővítenék a korábbi főépületet, ahol többek között új kiállítótereket is kialakítanának. Ennek köszönhetően pedig még több jelenleg raktárban őrzött régészeti kincset lehetne bemutatni. Az Aquincumi Múzeum egyébként jövőre lesz 130 éves. Ennek tiszteletére egy nagy kiállítást szeretnénk tervezni és rendezni ebben a régi épületben, amelyben válogatást mutatnánk be az elmúlt 130 év legszebb, legkiemelkedőbb régészeti leleteiből is, azokból is, amelyek jelenleg is más épületeinkben ki vannak állítva, de azokból is, amelyek jelenleg nem láthatók. Tehát jelenleg ennek a kiállításnak a forgatókönyvét készítjük, ez most zajlik, és hát nagyon reméljük, hogy jövőre, jövő tavaszra ez a kiállítással is tud készülni, és hát tervezni szeretnénk majd hozzá különböző rendezvényeket, múzeumpedagógiai foglalkozást, és az lenne a praktikus, és hát ez nyilván megint majd a jövő évnek a zenéje, hogy az egész évet rá lehessen fűzni erre a nagy jubileumra, ami nagyon fontos. A múzeum régi épületének felújításával és bővítésével tovább nőhet az intézmény vonzereje.